fogják elléni, mi történt a múltkor. Megyünk a haverokkal az országúton, egyszer csak nem ledöglik a járgány, hát bizony, leáll a motor, lefullad a kocsiját, mondom a többieknek, szálljatok ki, aztán toljátok be a Verdát. Mondom nekik, hogy eső rukk, eső rukk. Ja nem, hórruk! No aztán, nagy nehezen, mégiscsak beindult a tragacs, megyünk tovább, gurulunk, gurulunk. Egyszer csak azt mondja az Attila, hogy hopp, hadd szálljak ki, mert itt szeretnék venni valamit. Jó. Elmegy az Attila, de még egy fél óra múlva se jött vissza, hát olyan türelmetlen lettem, hogy kikiabáltam a kocsiból, mondom, hogy Attila, hun vagy? Értik ugye, hogy hun vagy Attila? No, aztán megkerült a srác. Hát kiderült, hogy azért maradt el olyan sokáig, mert egy böngészdébe válogatott. És addig-addig keresett, kutatott, amíg talált magának egy lenből készült inget. Na, hozza is ezt a lenből készült inget, fölveszi, de olyan szűk volt neki, úgyhogy mondom is, te Attila, olyan kicsi ez a Leningrád. Leningrád, ez nagy!